Az orvlövész. Hello! Tessék! Kösz! Szevasz! Nem marad le semmiről. Tudod, mennyire utál várni? Nem most. Majd támogatsz. Hiszen a te gyereked is. Jó élete lesz, meglátod. Ebben biztos lehetsz. Nem lesz. A tiéd. Nézd, már százszor mondtam. Igen, igen, igen. Erre a világra hiba gyereket szülni. Szégyeld magad, tudod, Frank Hector? Gyáva vagy. Az. Tudod. Sajnálom, Sun. Hogyan? Önző kis szaralak vagy, tudod? Jövő héten elvetheted. Különben én veszem el. Csökkentjük az árat. Csak hogy ennek hatása lehet. Nyugalom. Csak az alapnumera lesz olcsóbb. Drágább lesz viszont minden extra. Szobára kell csalogatni őket, de ha már bent vannak, meglátod, nem csak a gatyájukat húzzuk le róluk. Peter Landis, CIA. A kollégám John D. Getman. Hogy van manapság, Mr. Hector? Csíts le! Kevés az idő, Frank. A gépe pár óra múlva indul. Nem foglaltattam helyet. De én igen. Mit akar tőlem? Segítsen a hazáján. Csak hogy én leszarom a hazámat. Tudod, mit fogok csinálni ezzel a stricivel? Ha folytatja. Személyesen fogok eljárni, hogy az angliai tartózkodási engedélyét, amely tudtommal lejár idén, augusztus 6-án, visszavonják. Szerinted érthető volt? Igyekeztem. Talán lejött neki. Jó. Miért kell Amerikába visszamennem? Amerika? Ott nem hiányzik senkinek. Németország lesz az úti cél. Aztán jól viselkedj. Te csak ne aggódj, mama. Kapok egy csókot? Nem. Késésben van, asszonyom. Köszönöm.
Kérem, vigyázzanak rá. A belügyminisztériumban. Igenis, Noel asszony. Ki ez az ember, rendőrfőnök? Frank Hector. Itt a CIA aktája. Az Egyesült Államokban született 44. június 13-án. Apja ismeretlen, anya ápolónő. Tengerészgyalogos volt Vietnámban. De a háború végeztével ott hagyta hazája hadseregét. 73-ban aztán belépett az idegen légióba. A légió persze tárt karokkal várta. 2 évig szolgált a pionír hadtest kiképző egységeinél, majd 76-ban átkerült az ejtőernyősök második hadtestéhez egyenesen Korzikára. Itt találkozott először Britzel. Az ejtőernyős hadtestnek része a vezetés, egy kiszolgáló alakulat és 4 támadó alakulat. Az első támadó alakulat személyzete éjszakai specialistákból áll. A másodikat hegyi harcra, a harmadikat tengerre képezték ki, míg a negyedik az ellenség háta mögött végez aknamunkát. Orvlövészet, robbantás és általános szabotás. És ez a negyedik képezte ki Britzet? Sajnos így áll a helyzet. Remek. Szóval van egy gyilkosunk, aki szakképzett orvlövész és szabotőr. A rendőrség ezért nem képes elkapni, pedig ismerik már legalább 2 hete, így van? Igen, ez pontosan így van. De ez a Frank Hector kockázatos egy kívülállót bevonni az ügybe. Viszont ő tanított a Britzet mindenre. Csak ő ismeri a viselkedését. Kérdés, hogy tud-e hallgatni? Folytassa, rendőrfőnök úr. Kérem, Volker Britz, vagyis az orvlövész. Ez az első bevetés a légiónál. Ekkor már Hector volt a parancsnoka, és ő is jelen volt. Colvézi, Zaire, 78. Közel 1000 remekül felszerelt katangai felkelő érkezik Angolából, és elfoglalja Colvézit. 2000 helyi gerilla támogatja őket. A kormányerők elmenekülnek. Kiszolgáltatva ezzel a civil lakosságot és több mint 3000 európait a felkelőknek. Második hadtest, ahol az orvlövész és Hector is szolgál, francia parancsra kerül bevetésre, hogy megtisztítsa a felkelőktől Colvézit, és biztonságos helyre evakuálja az európaiakat. Nem egész 2 nap alatt képesek megoldani a feladatot. Az európaiak többsége biztonságba kerül. 300 felkelő hal meg. És hány fő a légió vesztesége? Van egy jó mottója a légiónak, tudta? Harcolni bármihol. Szellemes. És hogy folytatta a mi hősünk? Leszerelt 1990-ben és szexklubokat nyitott Európában. 2 éve övé a londoni Le Boudin. Hát ez nem nagy hős tett. Hősiesen növeli a bankszámláját. Na jó. Remélem igaza van, és Hector megment minket ettől az orvlövésztől minél hamarabb. Miniszter asszony, megjött Mr. Hector. Fáradjon be, Mr. Hector. Hello. Jó reggelt. Mit ohajt, Mr. Evertzman? A kutatócsoport még mindig nem oldotta meg a 3-as reaktor fűtőelemével kapcsolatos... Még mindig? Ugyanezt mondtam múlt héten, és különben is semmi közöm az egészhez. De ön a cég szóvivője, és elmondhatná... Én az igazgató tanácsnak felelek, senki másnak. De ha netán nyilatkozik, vegyen egy jó öltönyt. Városi fürdő. Felújítás alatt. Kár, hogy nincs benne víz. Isteni lenne egyet úszni. Már mások is mondták. De jól álcázza, amit most csinálunk. Álca? Mit akarnak maguk álcázni? Az elmúlt 2 hétben 3 embert öltek meg ugyanazzal a fegyverrel. FR F2-es, 7,5 milliméteres fegyver, 400 méterig pontos. Ezt használták a kiképzésre? Mi az FR F1-est használtuk, mindegy. Mi ez? Az eddig összegyűlt akták. Gotthilf Jäger, elektronika gyáros. Futás közben lőtték le. Rainer Erdel, helyi képviselő. Vadászott közben halt meg.
és Hermann Olic, a bankár. Tegnap reggel halt meg. Az ajtaján keresztül lőtték le. A régi postaláda trükk. Remélem, a kiképző tankönyvekben nincs túl sok ilyen trükk. Bármit képes megcsinálni. És erre mindig büszke volt. Honnan tudják, hogy ez Volker Britt? Volker Britt vagyok, az orvlövész. Azt akarom, hogy állítsák le az atomreaktort. Holnap reggel 6-ig. Ha nem, megölök valakit. Itt az orvlövész. Gotthilf Jägert megtalálják a Kostervaldi sétányon. Holnap reggel 6 óráig állítsák le az erőmű 2-es számú atomreaktorát. Ha nem, újra ölni fogok. Itt az orvlövész. Rainer Erdel maguk miatt halt meg. Állítsák le az erőmű 2-es számú reaktorát. Holnap reggel 6-ig. Ha nem, újra ölök. Hermann Olic, a harmadik. Ideje leállítani a reaktort. Sokan vannak a listámon. Az orvlövész. Van kérdése? Tudják, miért hívják orvlövésznek? Nem tudom. Ez volt a gúny neve a légióban. Ez volt a szokás. Gúny neve volt mindenkinek. Neki orvlövész. Utálta. Mit? A gúny nevét. És kinevezte el úgy, hogy utálja. Hát én. Britt arról a szemközti diófáról lőtt, ugye? Gondolom, messzire ellátni. Őt mégse látja senki. Lefekszik velem, Mr. L. Ez nagyon direkt. Így tanítják a légióban. Nem csak ott. Volt egy bordélyom Berlinben. Tud segíteni? Csak lassan, Mr. L. Akkor mit akar? Megérteni. Ez az ember őrült. Ártatlanokat öl meg a maga kiképzése alapján. Ezt nem hiszem. Mi olyan hihetetlen ebben? Nem hiszem, hogy az áldozatok mind ártatlanak. Ő biztos nem így látja. Hello. Bemutatom, Pasternak hadnagyot. Ő vezeti a nyomozást. Frank Hector Londonból. Jó estét. Hadd rázzak kezet egy légionáriussal. Pont olyan kéz, mint bárki másé. Mr. Hector szeretné megérteni az ügy hátterét. Elég ronda ügy, Mr. Hector. Remélem, lesz gyomra hozzá.
Jó reggelt, professzor. Sajnálom, hogy megint zavarok. Toel kerületi ügyészasszony, Frank Hector. Melanie Britz érdekli? Igen, és a papája. Jöjjenek be. Először nem tűnt veszélyesnek. Melanie nagyon jó kedvű volt. Olyan örökmozgó. Mindig nevetett. De a kezdeti jó eredmények sajnos nem folytatódtak. Az összeomlás elkerülhetetlen volt. Vele volt, amikor meghalt? Ki? Az apja. Igen, vele volt. Az anyja nem bírta. Nem volt már ereje. De az apja vele volt. Felhívtuk, hogy közeledik a vég. 2 teljes napig tartott. Egyszer csak Britz megjelent a nővérpultnál, karjában a lányával. Már meghalt. Csak tartotta a kis testet, és elindult vele fel alá a folyosón, mint egy állat a kölykével. Aztán hirtelen végül térdre rogyott a folyosón, és magához ölelte a lányát. Már a többiekkel van. Már a többiekkel van. Igen, ezt mondta. Maga tudja, mire gondolt? Semmi jóra. Azt mondták, Melanie elég közel lakott az atomerőműhöz. Hány olyan gyerek van itt, aki arra lakik? Jó pár. Sokan? Számomra igen. A politikusoknak nem. A kormányvizsgálata nem talált összefüggést. Jó vicc. Köszönöm, professzor. Persze, hogy én is még azt hiszem, a felesége öngyilkossága a lánya halála után végleg kikészítette Britzet. Bemegyünk? Hol történt? A padláson talált rá.
Jól van? Persze. Három héttel azután, hogy Melanie meghalt, Britz arra jött haza, hogy itt lóg az asszony. Súlyos depressziója volt hónapok óta, az orvosa szerint. Két napra rá Britz eltűnt. Van gyereke? Nincs. Ilyen időkben nem is szeretnék. Bocsánat. Igen? Hol? Igen, velem van. Magammal vigyem? Jó, fél óra. Az orvlövész barátja negyedszer is gyilkolt ma délután. Nem a barátom. Arról is kérek. Tina és én épp úgy csak enni kezdtünk, amikor egyszer csak hirtelen... Nekem is töltene. Igen, persze. Elfogyott volna a cukor? Sajnos, én vettem el az utolsót. És esetleg nem cseréljük el a kávéinkat? Nekem ebben mi a jó? Hát, hogy nekem több kávém van, és utálom cukor nélkül. Mindent én oldjak meg. Igen. Jöjjön, nézze meg az új esetet. Hát, elég nagy felfordulás egy hulla miatt. Szerintem mi gyorsabbak voltunk. Az én világomtól ez egy kicsit idegen. Hiszen vagy béke van, és nem lőnek le senkit, vagy háború, és hullák mindenütt. Ez az egyveleg furcsa. Nagyon cinikus. Magát tényleg érdeklik a gondjaim, ugye? Vihetik a hullát. Hölgyeim és uraim, kérem értsék meg, hogy jelenleg nem adhatok bővebb tájékoztatást. Ezzel csak találgatásokba bocsátkoznék a nyomozás lezárása nélkül, ami pedig tovább nehezítené a helyzetet. Magányos gyilkossal állunk szemben, vagy egy szervezett csoportra kell számítani? Ezt a kérdést korábban is hallottam öntől. Most is csak azt mondhatom, hogy ha válaszolnék, az gátolná a rendőrség munkáját. Van valami kapcsolat az áldozatok kiválasztása között? Vagy úgy gondolja, hogy a kiválasztás esetleges? Jelenleg úgy gondoljuk, hogy a gyilkosságok között nincs semmi összefüggés. Beigazolódhat az a gyanú, hogy a politikusok és gyárosok meggyilkolása hátterében törvényen kívüli ultrabalcsoportok állnak? Ha a magánvéleményemnek hangot adhatok, azt kell mondjam, hogy a válasz a kérdésére határozott igen. Igen? Jól. Milyen az üzlet Londonban? És a szobák? Remek. Figyelj, Tom, én szeretném, hogy? Szabadságon?
Vidd más orvoshoz. Hogy érted, hogy a te helyzeted? Kínos, hogy elvitt őt abortuszra, vagy mi? Jól van, nyugi. Sana egy kicsit ideges sajnos. Jó reggelt. Hello, hello. Helyzet? Tudjuk, hol vette az orvlövész a fegyvert. Valaki köpött. Egy besugó. Nagyszerű. Egy kávét? Kösz. Cukorral. Cukorral. Tudom. Köszönöm. A pasas látta a motorját. Egy Motoguzzi Cross motor, 1100 köbcentis. Fehér csíkkal az oldalán, igazi ritkaság. Ez jó jel. Remek. Igen, ez jó hír, de van sajnos rossz is. Kiderült, hogy nem csak puskát vásárolt. Hanem? Két doboz gránátot is. Jó ég. Állítsák le a reaktort. Hogy juthat ilyesmi eszébe? Az orvlövész mindenkit kiírt, akinek köze van ehhez az atomerőműhöz. Teljesen mindegy, milyen minőségben. Jäger az elektronikát szállította. Verdel, ő adta ki az építési engedélyt. Holic volt a finanszírozó. És folyt a média felelős. Na és? Na és még hány lehetséges célpont van az utcán? Ezt nem értem. Még hány tettestárs van, akitől az orvlövész meg akar szabadulni? Az ipari szektorban úgy 400 lehet. A politikusok között is van további 300, és ott a parlament háromnegyede. És képes lesz megvédeni mindannyiukat 24 órában egy határozott szándékú gyilkostól? Maga is jó tudja, hogy nem. Állítsa le a reaktort. Az állam nem zsarolható. Hát rendben. El lehet kapni. Nem. Túl okos és képzett. Ez az ember 8 éven keresztül csak egyetlen dolgot gyakorolt, az ellenség mögötti hadviselést, ameddig az csak lehetséges. És most is pontosan ezt teszi. Méghozzá jól, sajnos. Mert hagyják. Ha igazán keményen lépnének fel, nagy bajban lenne. De nem ez a céljuk, igaz? Én kezdettől fogva őszintén jártam el, és hiszek a választott politikusokban. Hát ezzel bizony egyedül van. Maga tud háborúzni és kuplerájt vezetni, ez nem kétlem. De nagyon keveset tudhat a politikáról. Hát segítsen. A cél a fontos. Nyíltan és becsületesen. Az út persze gyakorta bonyolult, nehéz, kompromisszumokkal és alkukkal terhes. És a maga célja? Egy fájdalom és szenvedés nélküli ország. Ámen. A maga cinizmusa néha tényleg felháborító. Igazán találhatna valami más kifejezési formát a közönyére. Könnyebb felállni a mély fotelból, ha fingik egy nagyot az ember. Mondja, az egy személyes hadsereg. Tudja, azért lehetséges anélkül is élni, hogy feltolunk egy bajonettet az ellenségünk seggébe. Én a harcomat sok tanulnivalóval és rengeteg főnökkel vívtam meg. Sokszor vertem a fejemet a falba, míg a saját káromon rájöttem, hogy csináljam. Mit tud maga az áldozatokról? Mit tud a terrorról? Mit tud a csatáimról? Az orvlövész ügyet meg kell oldani. Több áldozat nélkül. És tudnom kell, hogy hol áll. Akkor kemény napok jönnek, államtitkár úr. Már hozzászoktam. Nem számít.
Kösz. Britz 78-ban került az osztagomhoz, Korzikán. Értelmes volt, tetre és harcra kész. Talán túlságosan is. Van ilyen? Hogyne. Ezek a palik a legveszélyesebbek. Általában, mint én vagy, mint ő, az előző életükből menekülnek. Tudja, láttam, hogy önigazolást keres magának. Mitől menekült? Azt nem tudom. A gyerekkor, családi gond, kisebbségi érzés, mindben volt valami, ami hajtotta, hogy a világ adjon végre egy esélyt megmutatni, hogy ők kemények. És végül is tesznek is érte valami jót. És ha mégsem jó? Meghalnak. Így is lehet valaki híres. Vagy egyszer csak elolvas egy hírt a kegyetlen gyilkosról. Ez túl egyszerű négy gyilkossághoz. Frank! Egy utolsó tánc, kedves ügyészasszony. Elmegy? Maga csak megy a saját feje után, és nem tudom, miért teszi, és holnap dolgom van. Jöjjön, még egy tánc, jöjjön. Ajaj, vigyáznom kell, nehogy végül a striptíz táncos nője legyek. Ahhoz túl okosnak tartja magát, ugye? Ez inkább arról szól, mennyit érek. Biztos megérti. Meg. Egyébként, mennyit kap itt egy amerikai strici, ha megcsókol egy kerületi ügyészt? Sokat. 2 év letöltendő. Talán megéri. Meglátom, mit tehetek, hogy a kiszabott büntetést mérsékeljék. Utálom a szobámat. Tényleg? Mit gondolsz? A palmalagodon alszom ma, és reggelivel fogsz ébreszteni. Azért, mert olyan jó vagyok? Igen. Aztán a reptérre viszel. Az egyetlen férfi, akit fuvarozni szoktam, a fiam, akit az óvodába viszek. Elfelejtettem. Van gyereked? Nincs. Benne lenne az aktámban is. És jó ez így neked? Miért kell a nőknek mindig megkérdezni ezt, mielőtt egy férfival lefekszenek? Én nem fekszem leveled, Frank. Mr. Hector? Most nem alkalmas. Sajnálom, de megkértek, hogy ezt adjam át önnek. Mennem kell. Elriasztottalak? Ellenkezőleg. Az ugatós kutya ritkán harab. A fia már biztos vár. És ez jó érzés, ugye? Igen. Vigyázz rá! Mindig velük kezdik. Tessék? Úgy értem, hogy... Tudod, vigyázz a fiadra. Persze. A Fiderzén. Viszlát. Töltsön. Kösz, elég.
Maradj ki ebből, orvlövész. Miben segíthetek? Elnézést, a nevem Frank Hector. Valaki küldött egy borítékot. Igen, én vettem át. Ki hozta? Egy 40-es férfi. Nagy darab. Olyan 180 magas? Uh-huh. Értem. Köszönöm. Ha, ideje aludni. Légy szíves. De mami, csak még 10 perc. Nincs alkú. Mami! Hm? Sok rossz embert küldtem a börtönbe? Tegnap több volt. Igazán? Úgy látszik, elfogynak. Ezt nem hiszem. Pedig így van. Na, szép álmokat! Van bizonyítékunk, hogy a gyártelep körül él. Milyen bizonyíték? Pritz a motort a rakparton vette, az eladó jó személy leírást adott. Gratulálok az eredményhez, rendőrfőnök. Ezt már egy héttel ezelőtt tudnunk kellett volna. Háromszor annyi emberünk keresi a jó öreg orvlövészt, mint normál esetben. Oda nem mehet be! Talán már most késő megvédeni az államtitkárt. Miért is? Köszönöm, kisasszony. Az orvlövész kapcsolatba lépett velem tegnap a szállodámban. Vajon honnan tudta, hogy itt vagyok? És hogy hol szállok meg? Honnan? Megmondom. Egyszerűen csak kiszúrt engem. Nincs rá más magyarázat. Gondolom, nincs. És mekkora a valószínűsége önök szerint, hogy éppen kávézás vagy újságvásárláskor látott? Kikkel találkozott idáig? Rossz kérdés. A jó kérdés, hogy kikkel voltam, akiknek közük van az atomerőmű beruházáshoz. Ezt elvinném. Bárcsak beszélhetnék vele.
Szép munka volt. Miniszterasszony, hiba lenne. De hát... De... Ne kövessük Hektort. Veszélybe sodornánk. Ráadásul törvénytelen. De ha ennyire biztos benne, miért kérdez engem? Tegyen csak... Várjon. Sejtem, hogy mit érez. Segítek. Mi rontottuk el? A minisztérium. Az ipar. Én is. A sok fájdalom, ami magát érte. Borzalmas. Mégis semmin. Semmi nem tud már változtatni azzal, hogy másokat is ugyanilyen szenvedésre ítél. Istenem, megértem az indítékait. Nem ítélem el. De az áldozatainak is voltak gyerekei. Ez a szó Kolvézi mond neked valamit? Igen, az orvlövészt ott vetették be először. Kolvézi pokol volt Britznek. Az egész csapatomban ő volt a legfiatalabb ember. Amikor megérkeztünk, a reptérre ugrottunk, és onnan közelítettük meg a várost. El kellett foglalnunk az Interhotelt a katangaiaktól, és megkeresnünk a maradék európait. Az esély, hogy találunk túlélőket, elég nagy volt. De Britz majdnem meghalt a recepciónál. Valahogy egy buzgó újonc volt, és tényleg majdnem bekapta, amire nem figyeltem eléggé. Két csoportra váltunk. Én három emberrel lent maradtam a halban biztosítani, és előre küldtem öt embert tovább. Britz volt az egyik az öt közül. Ez óriási hiba volt. Egy pillanat. Igen, Toel? Mi? Mi?
látja, a golyó az orrnyerek fölött hatolt be, így azonnal meghalt. A többi sérülést a korábbi robbanás okozhatta. Mi van itt? Itt járt a gonoszság maga, vagy mi? Ez háború, asszonyom. Háború. Mi történt? Mészállás? Az orvlövész. A módszer ugyanaz, mint a korábbiaknál? Nem, pisztolylövedék és gránátrepesz. Begorombulhatott. Büszken. El se hiszem. Ez egy 1001-es. Az oldalán fehér csík. Telefonálj. Hogy? Nem hallod a mobilodat? A kabát zsebedben hagytad. Bocs, kicsim. Ő Frank Hector. Jelentkezz, Hermész 1. Itt Hermész 1. Britzet látta egy járőr. Itt Hermész 1. Hol találnak meg? Az A14-esen nyugatra. Ragadj rá! Uton érünk! Csak gyorsan, kiszúrt minket! Átértünk a B216-osra. Az öltöde felé megy. Kobra 13, jelentkez. Elértük az öntöde udvart. Központ minden egységnek. A célpont az öntödénél van a B216-oson. Kobra 13, jelentkez. Behajtunk. Ez nem túl jó ötlet. Ez lesz a rejtek helye. Mi? Ha az öntödében bújt meg, akkor felkészült az ilyen esetekre.
A borség felrobbant! Kigyulladt! Megmondtam. Ügyes. Azt mondtam, nagyon ügyes. Azt mondtam, nagyon ügyes! Az orvlövésze! Na és? Miután bizonyosan az orvlövész gyilkolta meg Marcus Pauflert, akit nagyra becsültünk, elkerülhetetlennek tartom újra értékelni a viszonyunkat az erőmű beruházásának folytatásához. Szintén kötelességemnek tartom felhívni a figyelmet az ügyben tanúsított dezinformációs politikánk veszélyére. A következmények súlyosak lehetnek. Igen. Beszélnünk kell. Mindenképpen. Ha lehet, nem telefonon. Találkozzunk. Na jól figyelj. Egyszer már... Megmentettem a segged. Akkor nem volt... Tál ilyen magabiztos. Én is tudok kettőig számolni. Figyelj. Beszéljünk. Fejezzük be ezt a szart. Nem, épp a vakációmat töltöm. Ott leszek. A célpont telefonált. Ébresz Bentet. Rendőrfőnök úr! Az orrlövész felhívta Hektort.
Hello? Hello. Ezt nem tudom elhinni. Összesen 6 különleges ügynök. 6! És egy szarházi légionáris hülyét csinált magukból. Ez elképesztő. Már 2 hete kutatunk utána. Miközben megöl 4 iparvágnást. Egy államtitkárt. 2 egyenruhás rendőrt és 6 titkos rendőrt. Egyikük a kedvencem volt. A kollégájuk. Egyikünk. Ingolf Pasternak. És végre van esélyük, hogy elkapjuk a disznót, és nem követjük Hektort. Elegem van, hogy mindenki idiótának néz. Maguknak nincs? Figyelmeztettelek, orvlövész. Hol van az autóm? Még a rendőrségen. De hát átszóltam. Az lehet, asszonyom, de tudja, milyen a hatékonyak. Van autója? Persze. Adja kölcsön. Kölcsön? Visszahozom, mire végez. Becsszóra. Ez egy kerületi ügyész becsület szava. Rendben van. Köszönöm. Az ott, az az én autóm. Mm? Bravo. Kösz. A maga fia is a rosszak. És vele mi van? Nem találkoztam vele. Reméltem, hogy beszélni tudok majd vele. Talán megegyezünk. A maga klubja nélkül. De... csak azt akarta, hogy ne zavarjam a képet. Nem ő az egyetlen. Visszarepítjük Angliába. Gondolom, nagyon érdekesnek találta, hogy az a rohadék, az az állat a maga kiképzése után mire jutott. Az az állat, miután remek kiképzést kapott tőlem, vására vitte a bőrét magáért és a fajtájáért. Kolvézi, Csád, Libanon. Csak vigyázzon, hogy a maga emberei közül senki se kattanjon be. És nem maga feküdjön itt ezt a szart hallgatva. Ha az embereim közül valaki is azt művelni, amit a maga kis védence, személyesen ölném meg. Értékeljük a segítségét, köszönjük. Fogalmuk sincs a háborúról, marhák. Gőzötök sincs. Végül is mi történt Kolvéziben? Hogy? Kolvéziben, az orlövész első bevetésén. Hol is hagytuk abba ezt a rettenetes mesét? Ott, hogy bementetek a hotelbe. Igen. Ahogy mondtam, Brit majdnem ott hagyta a fogát, mert merész volt. Aztán 2 csoportra szakadtunk. Én néhány emberrel lent maradtam. És felküldtem Britzet 4 emberrel. Második emeleten történt.
Egy kislány az öccsével bebújt egy szekrénybe, mikor elkezdődött. Ott rejtőztek el. Túlélték a katangaiakat, de minket nem. Borzasztó. Igen. Amikor jelentették nekem, felmentem. Ott állt Brit. Dermedten. Aztán? Elkövettem a nap második hibáját. Megütöttem. A gyerekek látványa összezavart. Mit érezhetett a halott lányával a karjában? Bűntudatot. Kolvézi elmúlt. Kolvézi jelen van. Valami mindannyiunkban bennünk van elrejtve. Talán ezernyi réteg alatt. A mélyben a testvéri szeretet alatt. Rejtve, de ott van. És ha kitör, rettenetes dolgokat teszünk. Nem számít a könny. Úgy, vér. Feltör. És elkap férfit és nőt és gyereket. És elnyel egész városokat, és kiköpi a sok romot. És én, ellentétben önnel, kedves ügyész asszony, láttam ezt. Szagoltam azt a büdös lehelletét. Nyakig benne voltam, és nem csupán egyszer, vagy kétszer. Mondhatom, semmit nem érnek a nagyokos, gondosan cizellált jogi halandzsák. Szart se számít, hogy mit akarsz, és hiába is válsz bárhonnan segítséget. Jön, amikor akar, és addig marad, amíg jól esik. Most ránk küldte az orvlövészt. Ahogyan annyiszor csinálta másokkal is már, csak hogy elpusztítson minden emberit. Követet küld az üzenetével. Figyelj, még itt vagyok. Ti eltorzultatok. És feladtátok. Utáljátok a reményt. Milyen kár. Fogad részvétem. Azt hittem, tökösebb vagy. Nem vagyok, kedves ügyész asszony. A minisztériumban. Csak várjunk? Mit akar ezzel elérni, kormányzó úr? Nem hiszem. Mondtam, hogy szerintem mi helyes. Leállítani az erőművet. Ezt fogom tenni, még pedig azonnal. Úgy
Útra készen? Jó reggelt, asszonyom. Jó reggelt. Megkérdezhetem, melyik osztályra mennek? Pauflernél volt néhány iratom, szükségem lenne rájuk. És ki a kísérője? Az új testőröm. Neve? Schütze. Gebhard Schütze. Különleges ügyek. DT-vel írja. Tessék? Gebhard. DT-vel. Nem lifttel, gyalog. Ez ostobaság. Nincs semmi értelme. Még egy szó is meghal. Állj, kezeket fel! Mi folyik ott? Őrség! Segítség! Nincs megtöltve. Soha. Nem úgy, mint ez. Menjünk a miniszterasszonyhoz. Gyerünk. Hello. Nem történt ilyen az 1972-es müncheni olimpiai falutért támadás óta. Ahogy a rendőrség egységei körülzárták az épületet, a terroristák bombát robbantottak. A sérültek egy részét még nem szállították el. Nem tudjuk, mi történt a miniszterasszonnyal, de úgy gondoljuk, ő a támadás célpontja. De miért? Mi az oka? Váltságdíjat kérnek? Vagy talán megfontolt merényletről van szó? Nincs hírünk arról a fiatal kerületi ügyésznőről sem, akit a terrorista vagy terroristák túszként használtak a bejutáskor. A hölgynek akkor veszett nyoma, amikor erőszakkal a főlépcsőn egy terrorista magával hurcolta. Az egész környék hemzseg a rendőröktől. Hivatalos sajtóközleményt még nem adtak ki, de az világosan látszik, hogy komoly válsághelyzet van kialakulóban. Kaphatnék tüzet? És most? Jobban érzi magát ennyi gyilkosság után? Így érzett Colvézi után is, ugye? Hova akar menni? Gatman CIA, hol van Brent rendőrfőnök? Arra, ott találja. Köszönöm.
Még mennyi idő kell? Még negyed óra. Az túl sok, legfeljebb 5 perc. Rendben. Mit tudnak az ügyésznőről és a miniszterasszonyról? A kísérői? Megártott nekik a liftezés. Mi van a hölgyekkel? Bent vannak. Élnek? Akkor ideje lesz megnézni. Lehet, de az biztos, hogy nem maga lesz, aki megnézi. Akkor ki? Én vagyok az egyetlen maguk közül, aki ismeri az orvvevészt és dolgozott vele. Hogy is mondta bent a kórházban? Ha valamelyik emberem ilyesmit csinálna, akkor... Saját magam lőném le, ezt mondtam. Akkor miért nem csinálhatnám én is ugyanazt? A másodikon van. Amikor meg akartuk közelíteni... Gránátot dobott magukra. Hány embert talált el? 2 sebesült, 2 halott, 1 még mindig fönt van. Nem lehet megközelíteni. A felelősség a magáé. Mint eddig is, mindig. Mindig. Kellett volna felküldjelek. Itt maradsz. Visszajövök. Ketten jönnek le. Egy férfi cipel egy nőt. Csak parancsra tüzelhet. Igenis. Fedezze! Fogja a nőt! Mellövést kapott. Hogy van a miniszter? Attól tartok, már nem fogja leállítani az atomerőművet. Biztos? Már fehér, mint a fal. És az orvlövész? Magukra vár. Rendben. Most elkapjuk.
Megvan a szemét! Alfa 5 jelentem, feladat végrehajtva. A túsz is a célpont halott. Van tüze? Ez Reiter a kettes egységből. Right by your side. Leave it at